Egyelőre azt sem lehet tudni, hogy milyen szabályokat kell majd betartaniuk, illetve betartatniuk a fürdőknek, ha kinyitnak. Eleve szigorú higiéniai előírások vonatkoznak rájuk, amelyeket legtöbb helyen saját hatáskörben fokoztak is februárban és márciusban, mielőtt a járványügyi helyzet miatt időlegesen bezárni kényszerültek. A térségünkben üzemelő fürdővezetők közül többen is úgy kalkulálnak, hogy az eredeti befogadóképességüknél lényegesen kevesebb vendéget engedhetnek majd be egyidejűleg a strandok területére, illetve a medencékben is kevesebben tartózkodhatnak majd, mint ahányan egyébként elférnének. Tömegtől tehát garantáltan nem kell tartanunk. A vidéki strandok és fürdőhelyek szabadtéri részei megnyithatnak. Ezzel kapcsolatban azt mondta, hatósági engedély és helyszíni szemle birtokában lehet a strandokat és a természetes fürdőhelyeket újra nyitni. Ezeken a helyeken is be kell tartani a személyi távolságot, a medencéknél az egy emberre 4 négyzetméter vízfelületet jelent. A meghatározott számú fürdővendég beengedéséről is üzemeltetőknek kell gondoskodnia, emelte ki. A zuhanyzókat, öltözőket és egyéb kiszolgáló helyiségeket akkor is lehet használni, ha a strandhoz tartozó épületben vannak, de ezeket gyakrabban, óránként, a beléptetéshez használt karórákat pedig minden használat után fertőtleníteni kell. Aki beteg vagy valamilyen bőrbajban szenved, az ne menjen strandra, és a medence használat előtti és utáni zuhanyozás is mindenképpen szükséges. A medencét használat előtt mindenképpen mechanikai tisztításnak kell alávetni, a fertőtlenítéshez használt szerek 50 mg per liter klór töménységűnek kell lennie, közölte. Jelezte, a vírus a természetben sérülékeny, hamar elpusztul, így a medencevízben nem kell a szokásosnál több klór. Egyelőre a vízforgató rendszerű medencék használata megengedett, az úgynevezett töltő, ürítős és a gyógyvizes medencéké, valamint az aeroszol képződéssel járó élményelemeké nem. A zárt fürdők vagy fedett helyen üzemelő medencék nem használhatók, és szintén nem lehet igénybe venni a belső terekben található szaunát, gőzt és pezsgőfürdőket, csúszdákat sem.